Sziasztok! Itt is lennék a Sims 4 lármás Marika sorozatomnak a harmadik részével. Ebben a Sims 4-es sorozatban egy házsártos vén öregasszonnyal játszok lármás Marikával, akinek az egyetlen életcélja az, így öregkorára, hogy megkeserítse a szomszédai életét, és hát a játék is úgy döntött, hogy most szeretné megkeseríteni az én életemet, ugyanis kaptam egy eventet, miszerint 24 órán keresztül itt lesz nálunk egy szellem, aki folyamatosan azon lesz, hogy megijessze Marikát, a halálba kergesse Marikát, úgyhogy bízok benne, hogy sikerül majd ki üznünk innen ezt a vén öregembert. Egyébként azt is el tudom képzelni, hogy Marikának az egyik exe van most éppen itt. Lehetséges, hogy a sírba tette az idegesítő stílusával, és most megpróbál rajtunk bosszút állni. Sose lehet tudni. Na de minden esetre én tényleg szeretném ezt a szellemet innen elűzni. Egyébként azt néztem, hogy van valami sporózisunk, ami valami allergiás roham. Nem hangzik jónak. Nagyon bízok benne, hogy nem fog belehalni Marika. Penész! Hát ezt valahogy szerintem el kellene innen pusztítanunk, nem? Fel tudom gyújtani, tényleg. Ki csinál ilyet? Úristen! Ne! Bua! Kedves otthonkatársam, nem szeretnél nekem segíteni? Hihetetlenül utálom, amikor ezt csinálják a szimek, de legalább lehet, hogy a szellemet is kiűzzük. Nem a leghatékonyabb az, hogyha felgyújtjuk a penészt. Ezt már megtanultuk. Lehet egyszerűbb lett volna elmenni a boltba és venni egy penészölőt, de Marika nem bírt magával. Ő ilyen régi módszerekhez akart folyamodni. Azt mondta, hogy szellem is van, penész is van, gyújtsuk inkább fel az egész lakást. Úgyse az enyém, úgyis csak bérlem. Amúgy az is lehet, hogy ezt a szellem hozta nekünk ide. De milyen kis munkavédelmi ruhába öltözött át egyből. Azt hiszem úgy, hogy Bua még mindig itt van, pedig én tökre úgy emlékeztem, hogy ő már elköltözött tőlünk, de úgy látszik, hogy szeretne itt maradni örökre. És akkor mindjárt megnézem, hogy mit lehetne csinálni amúgy ezzel a szellemmel. Hogyha valamit megszáll a szellem, akkor onnan tudom őt elűzni, illetve tudok vele konfrontálódni is. És remek, a mai nap természetesen még az áramot is kikapcsolták. 400-ba kerül az, hogy kiűzzük innen. Hát ingem gatyám, otthonkám is rá fog menni arra, hogy én innen ezt elűzzem. Azt figyeld, oda beállok. Ó, lol. Hát ez nem a fazmofóbia. 133 szimolont kaptam a főbérlőtől azért, mert elűztem a szellemet. Végül is ez teljesen jó, nem? Skillful Sims. Most kaptam egyébként ilyen questeket, de én ezekkel nem szeretnék foglalkozni. Ismerjük már a Sims-et, nem hiszem, hogy ezekre a tutoriálokra nekem szükségem lenne. Nyilván azoknak, akik ugye újonnan kezdik a játékot, tök jó, meg hasznos, de ez nem a mi szintünk, mi azért ennél már profibbak vagyunk. Nézzük akkor amúgy, hogy hol is hagytuk abba. Ha minden igaz, akkor 5 szimet kellene lehallgatnunk, vagy legalábbis így hallgatóznunk. Ugye ezt úgy tudjuk megtenni, hogy valakinek az ajtajánál ott ácsorgunk és hallgatózunk. Van egyébként itt olyan hely, ahol vannak is otthon. Csak ez az egy család van, aki itt lakik ebben a városban. Akkor viszont jöjjünk ide, és akkor hallgatózunk itt. Érdekes! Hát igen, ő az otthonkatársam, aki ugye itt lakik. De akkor ide jövök, és akkor hallgatózunk egy kicsit. Bár amúgy kint vannak az utcán, szóval nem tudom, hogy ezt miért csinálnánk, de ide jövünk, és akkor így hallgatózunk. Nincsenek itt semmilyen titkok? Hát ez eléggé szomorú. Lehet, hogy amúgy egy kocsmába kellene elmennünk. Ott mindig megy a dumot, mindig mindenki beszélget valakivel. És tudjátok, hova akarok elmenni? Strangerville-be. Remélhetőleg oda el tudunk utazni. Imádnám, hogyha az ottani kocsmában valami szaftos pletykát megtudnánk. 1000 éve nem voltunk Strangerville-ben, nem is tudom, hogy vannak-e még itt olyanok, akik látták az ebből készült videósorozatomat. Szerintem az egyik legizgalmasabb Sims kiegészítő volt. Ugye itt van egy rejtély, amit meg kell oldani. Most itt mindenki nagyon-nagyon feszült, amúgy senki nincs a kocsmába. Hát azt hiszem, ez egy tökéletes példája annak, hogy öreg embereket miért látunk ritkán szórakozó helyeken. Konkrétan mire odáig jutottunk, hogy elkezdjen itt élet lenni, addigra a Marika annyira elfáradt, hogy folyamatosan kidől. Én azért bízok benne, hogy sikerül valami szaftos pletykát elkapnunk itt, mert azért mégiscsak sokan vannak. Nem érzem ezt a dalt, nem tetszik a latin zene, jó, utáljuk a latin zenét, én is azt mondom, fúj latin zene. Viszont tényleg jó lenne, hogyha valakinek legalább egy titkát ki tudnánk hallgatni. Keresek valakit, akit esetleg ismerhetünk, és úgy tudjuk egyébként kihallgatni őket, hogy a friendly-nél kiválasztjuk a gossipot, és akkor rámegyünk az eavesdropra. Viszont ez csak akkor működik, hogyha már előtte
szinte bemutatkoztunk annak a Simnek, különben sajnos ez az eavesdrop interakció nem fog megjelenni, és megtudtuk, hogy Viviannak van egy titka, mégpedig, hogy vannak titkos lámái. Hát jó, érdekes. Minden esetre szerintem érdemes lenne most már hazamennünk, mert tényleg folyamatosan kidőlt csóró Marika. Na otthon, édes otthon, beutaztuk a félvilágot azért, hogy megtudjunk valakiről valami szaftos pletykát, hát nem igazából érzem azt, hogy ezt megérte. De mindegy. Legközelebb nem fogok ilyen messzire menni. Úristen, ez micsoda? Fél a sötétben? Mi volt ez a hang? Én nem értem, mi van most Marikával. Eddig nem volt ennyire paranoiás, nem volt szinte semmi baja. Most, hogy elindítottam a játékot, hirtelen bepenészesedett a lakás, jöttek a szellemek, fél a sötétben a baglyoktól. Ki fél egyáltalán a baglyoktól? Mi ijesztő van egy bagolyban? Ja, mondjuk a lábuk azért az eléggé vicces. Nem tudom, hogy láttátok-e már, hogy milyen egy bagolynak a lába, amikor így felemelik a tollakat. Na, az mondjuk azért eléggé creepy. Vagy lehet, hogy attól fél, hogy beívják őt a Roxfordba. Mondjuk azt inkább szerintem álmodják sokan. Attól nem hiszem, hogy bárki is félne. Konkrétan azt nézem, hogy itt is spórás minden. Ja, hogy mi voltunk spórásak. Ó, lárvás Marikából penészes Marika lett, úgy látszik. Love Day van, szeretne romantikázni. Van egyáltalán a korosztályában itt olyan ember, akivel össze tudna jönni? Lehet Félix-el a szellemmel kellett volna összejönnünk. Hát akkor el kellene mennünk és ismerkednünk kellene valahol. Nincsen egyébként ilyen klub öreg embereknek? Olyan régen csatlakoztunk klubokhoz. Mindjárt megnézem, hát van ilyen. Ott is amúgy lehetne tök jókat hallgatózni, meg ilyenek. Ugye az még a Get Together kiegészítővel jött be, ami nagyon-nagyon régi, több éves szerintem már. Ez a könyvmolyok klubja, az nem nekünk való. Garden Gnomes se. Hát kifejezetten öreg embereknek szóló klubot én nem látok, de csinálhatnánk egyet. Mindjárt választunk is neki valami szép képet, hát nem is tudom egyébként melyik illene hozzá. Legyen a kávé. Bárki jöhet, és ami fontos, az az, hogy életkorral kapcsolatos ez a klub, és csak öregek jöhetnek. Ez szerintem az egyik legfontosabb szabály. Aztán olyanok kellenek, akik nem házasok, és szerintem ennyi bőven elég. Megvan akkor a Nyugger klub, és nem tudom beállítani azt, hogy jöjjenek. Ja, mert hogy nincsen senki benne a Nyugger klubba. Buhát akkor meghívjuk. És aztán remélhetőleg majd még fognak mások is csatlakozni hozzák. Én úgy emlékeztem, hogy ide csak úgy csatlakozni fognak az emberek, de úgy látszik az emlékeim néha csalnak. Sajnos ide nekem kell meghívni az embereket. Hát, ha lesz egy Valentin napon egy másik öreg ember, aki társra vágyik ilyenkor, ez az egyetlen reményem a mai nap. Buá hív minket. Az, hogy a szerelembe estem. Ne! Még Buát is elveszítettük. Paragonszhoz csatlakozni kell. Ja, persze, megyek. Megnézzük, az mit tud. Hát, ha vannak ott öreg emberek. Ha vannak, akkor átcsábítjuk őket a Nyugger klubba. Úristen, hova jöttem? Megpróbálok összejönni vele. Nincs más lehetőség. Nincsenek itt öreg emberek. Hát ez nem tetszett neki. Ez kellemetlen, de szerencsére nem Marikának, mert hogy ő szereti az ilyen cringy szituációkat. Minden esetre beugorhatnánk, szerintem, ebbe a medencébe. Mégpedig úgy, hogy egy hátraszaltót tolunk közbe. Tudunk ilyet? Nagyon sokáig tart, amíg idejön. Nem tudom ebből, hogy lesz hátraszaltó. Na, azt figyeld! Ilyet se láttál még, az biztos. Ropogós vén csontjait! Au! Ez volt a hátraszaltó! Hát ez minden, csak nem hátraszaltó! Várjál, itt nem tudok esetleg hallgatózni? De itt is tudok hallgatózni, jó? Volt értelme akkor csatlakozni mások klubjába. Remélem azért a Nyugger klub is majd felvirágzik egyszer. Ki az, akit még esetleg ismerünk? Amúgy Fresinnel meg Keálával egész jóba vagyok. Ami engem őszintén meglep, mert szerintem sose hallottam még róluk. A srác pedig annyira zavarba jött, hogy rámásztunk, vagy meg akartunk vele ismerkedni, hogy szerintem itt is hagyott minket, nem? Na jó, akkor viszont jövünk és kicsit hallgatózunk. Tényleg, ezen az ajtón például nem tudtam volna hallgatózni? Nem, csak bezárni. Az is milyen jó lett volna. Annyira pont jó volt ez a klub, hogy egy kis titkot kiszedjünk az emberekből, de szerintem pont itt az idő elhagyni ezt az egészet.
Úgyhogy köszönöm szépen a Paragonsznak, hogy meghívott minket, de nekem ennyi bőven elég volt. Én a Nyugger klubra szeretnék fókuszálni. Most, hogy átléptünk a második fázisába a Seeker of Secrets-nek, ugye az életcéljának, elméletek van egy ilyen, hogy konfrontálódnunk kell. Mégpedig, hogy elmondjuk ezeknek az embereknek, hogy bizony tudunk a titkaitokról. Életem napja volt itt az uszodában, még táncra is perdültem, de szerintem most hazamegyek. És akkor kicsit foglalkozunk tovább Marikának az életcéljával, illetve a Mischief Skill-jét is, ahogy mondtam, szeretném fejleszteni. Úgyhogy lehet, hogy ezt a Valentin napot egy kicsit félre kell, hogy pakoljuk, mert őszintén szóval sehova nem halad. Nem találtam a korosztályomban olyat, aki jó lenne. Róla esetleg tudunk-e bármilyen titkot? Valószínűleg még nem, mert még nem is mutatkoztunk be neki. De hát, ha esetleg sikerül valamit kiszedni belőle. Ó, neki viszont tudjuk az egyik titkát, úgyhogy lehet jó lenne, hogyha elárulnánk neki, hogy bizony tudunk a titkodról. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan fognak rá reagálni a szimek. Na, tudom a kis csúnya titkodat. Elmondhatom Lénnek azt, hogy megtartom ezt a titkot, vagy mindenkinek elárulom, és egy kis Simoleonért meg tudom őt zsarolni. Komolyan van ilyen? Azért az mondjuk, hogy eléggé kemény. Megzsarolom. Hát, ha esetleg ad egy kis Simoleont azért cserébe, hogy nem árulom el a titkait. 100 Simoleont kaptam. Az úgy kemény. És még relatíve a kapcsolatunk se lett sokkal rosszabb. Ó, várjál, Arturo öreg? Arturónak van valakije? Ja, Chan. Ah, ez viszont szomorú. Pedig már azt hittem, hogy végre megtaláltam álmaim emberét, de úgy látszik nem. Esetleg megnézhetnénk, hát ha van itt még valaki, akinek a titkát sikerült kiderítenünk. Ahogy ne csináljátok már! Szerencsétlen Marika nem találja meg élete szerelmét, két öreg ember lakik a városban, és azok is egymással járnak. Na jó, azt hiszem azért mindennek megvan a maga határa. A drága szomszédaim, az egyetlen idős emberek, akik itt vannak ebben a városban, és együtt vannak, az én ágyamon ülnek, ezért nekem a kanapén kell aludnom. Hát milyen világot élünk? Szegény Marika most visszakapja amúgy. Én úgy gondolom, hogy minden betörést most visszaadnak nekünk. Viszont ő itt maradt, Chan itt maradt, várjál csak. Bemutatkozhatnánk neki, elvesszük mindenkitől, mérges. Lehet, hogy összeveszett a szerelmével. Ó, az viszont nekünk lehet, hogy jó lenne. Jó, szeretnénk neki egy kicsit panaszkodni a Love Day-ről. Mindegy. Ennyi volt. Itt lett volna a remény sugár, hogy végre valakivel összejöjjek. Egy rosszul sikerült Valentin nap után lecsapjak egy másik emberre. De nem, azt mondta a Sims, hogy ennyi volt. A macska is elszökött. Hát én ezt tényleg nem hiszem el. A cicának mi baja volt? Jó, olyan sokat nem foglalkoztam vele, és lehet, hogy az a baja, hogy tele van a macska alom. De akkor is kirakunk egy hirdetést arra, hogy eltűnt a cicánk. Viszont valakinek még a titkát jó lenne megtudni, hogy még tovább tudjunk haladni itt a élet céljával. Ebben amúgy tudok valami kaját készíteni? Olyan rizses ételeket tudok készíteni. Hát csináljuk egy ilyet. Mindjárt megnézzük, hogy ez mit tud. Úgyse próbáltuk még ki ezeket a dolgokat. Meg azt a vízforralót is amúgy szeretném kipróbálni. Föl lehet forralni. És akkor mi fog benne főni? Mit tudok egyébként én ebbe főzni? Tudok bele kakaót rakni, kávét vagy teát? Hát akkor csináljunk egy jó sötét kávét, mint amilyen az ő lelke is. És igyuk meg. Remélhetőleg nem fog neki amúgy rosszat tenni. De imádom egyébként, hogy annyira azért Marikát nem hatotta meg, hogy eltűnt a macskája. Tehát, hogy itt történt ezernyi más vele. Nem nagyon láttam volna, hogy szomorú amiatt, mert nincs itt a kis cica. Ami azért egy kicsit gonosz dolog tőle, na. Meg mondjuk ilyet se láttam még, hogy valaki a szemét előtt ilyen idősen fekvő támaszkozik, de hát ez a Sims. Bárcsak velem is ez történne, amikor megiszom a reggeli kávémat. Nekiállok egyből fekvő támaszokat nyomni, lehet nem így néznék ki, mint most. Na! Viszont valakinél még kellene hallgatóznunk, az lenne ugye a következő ilyen életcél, amit még teljesíteni kellene, de ahogy látom, most nagyon-nagyon elkezdett esni az eső, szóval tudja, hogy egy pillanat alatt el fogunk ázni. Úgyhogy szerintem csak utazzunk el valami szórakozó helyre. Biztos vagyok benne amúgy, hogy ebben a városban is van ilyen. Aha, Screaming Gecko. De hogyha jól látom, akkor itt nincs senki olyan, akivel már találkoztunk volna, vagy tudnánk róla valamit. Úgyhogy ennek a két csajnak gyorsan bemutatkozok, és aztán bízok benne, hogy hamarosan elkezdenek egymással beszélgetni.
Jó, őket viszont tudja, hogy ismerem. Csak kérdés, hogy azokat, akiket ismerek, és már beszéltem velük, azokról tudhatok-e még több titkot? Mert amúgy lehetséges, hogy akikről már tudom a titkokat, azokról nem fog több kiderülni. Na, itt tudok egy kicsit hallgatózni, remélem megtudunk valami kis titkot. Ó, és sikerült is, mégpedig, hogy nem szereti a fruitcake-et? Hát mondjuk azt meg tudom érteni, állandóan azt hoznak mindig az emberek. És akkor a következő az az lesz majd, hogy betörjünk valakinek a házába, legyen egy Tiger Inspector badge-ünk, illetve ugye valakit megvesztegessünk a titkával. Szőrös szívűnek és gonosznak kell lennünk, de én nem bánom, mert szerintem egyébként tökre vicces, hogy tényleg most egy ilyen kis gonosz karakterrel játszunk. És akkor akartam még neki venni egy könyvet, amivel a Mischief skill-jét tudjuk fejleszteni, úgyhogy a számítógépen szerintem ezt gyorsan meg is rendelném. Mi a vicces és mi az illegális? Na ez kell nekünk! És hát most, hogy megvan ez a csodálatos könyv, már csak tényleg azt szeretném, hogy fejlődjünk ebben a skillben, ugyanis ennek a skillnek a segítségével tudunk majd ellopni kisebb-nagyobb dolgokat mások házából, és ahogy láthatjátok, ugye a következő szint a karrierjében, illetve az életcéljában az az lesz, hogy betörjünk majd megint valakinek a házába, úgyhogy ezt már majd csak akkor szeretném megcsinálni, hogyha meg lesz neki az a szint, hogy már lopni is tudjon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a rész, hogyha szeretnétek még folytatást, azt jelezzétek nekem egy lájkkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!